Hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Ma megint jön egy új francia lecke a napokról, szóval a heti napokról. Más dolgokat is hozzá fogok adni. Szóval, franciául a heti napok mindig di-vel végződnek, csak a vasárnap kezdődik di-vel. Szóval, például hétfő, lundi. 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 Az a lundi, az a lune szóból jön, ami azt jelenti, hogy hold. Szóval lune, az a hold, és onnan jön ez a szó, hogy lundi. Ezt úgy kell írni, hogy lundi. Lundi. Akkor jön a kettő. Mardi. Mardi. Szerda. Mercredi. 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 Csütörtök. Jeudi. 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 Péntek. Vendredi. 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 Szombat. Samedi. 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 Mert tulajdonképpen, amikor gyorsan mondjuk, akkor úgy mondjuk, hogy samedi. És ebben a kapcsolattal még majd mondok valamit, de a vasárnap után. Szóval vasárnap dimanche, dimanche, dimanche. A ö betűt a végén nem nagyon mondjuk, szóval dimanche, de úgy mondjuk, hogy dimanche, dimanche. Szóval még egyszer, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Evel a samedival kapcsolatban, amikor valaki gyorsan beszél valaki mással, és például kérdezi az egyik a másiktól, hogy szeretnél velem jönni moziba? És akkor úgy is lehet azt kérdezni, hogy ça te dit venir avec moi au cinéma? Szóval ça te dit de venir avec moi au cinéma. Szóval ez a ça te dit, ça az azt jelenti, hogy ez, te ez a te, dit az a dire igéből jön, ami azt jelenti, hogy mondani. Szóval ez mond-e neked valamit, hogy velem gyere a moziba. Ça te dit de venir, jönni, avec moi, velem, au cinéma, a moziba. Ça te dit de venir avec moi au cinéma? És hát azt lehet válaszolni, hogy oui, samedi. Az nem azt jelenti, hogy igen, szombaton, nem. Az azt jelenti, hogy igen, ez engem, ez nekem mond valamit, hogy jövök veled a moziba. Szóval oui, samedi. Oui, ça me dit. Igen, ez nekem mond valamit. Oui, ça me dit. Ezt nyilvánvalóan máshogy írják, és ahogy szokásosan csinálom, oda le majd leírom a kommentekbe, hogy mit hogy kell írni, de csak hogy tudjátok, hogy amikor valaki gyorsan mond valamit, és azt halljátok, hogy oui, ça me dit, az nem azt jelenti, hogy nem feltétlen azt jelenti, hogy igen, szombaton, hanem azt is jelentheti, hogy igen, szívesen mennék veled, ahova, akár hova meghívták azt az illetőt. Szóval, oui, samedi, de úgy is mondhat, úgy is válaszolhatna, hogy oui, samedi, de venir avec toi au cinéma. Oui, ça me dit, szóval igen, engem érdekel, de venir, jönni, avec toi, veled, au cinéma. Oui, ça me dit de venir avec toi au cinéma. Oui, ça me dit de venir avec toi au cinéma. Szóval, samedi az lehet a szombat is, meg lehet az is, hogy igen, én szívesen eljönnék akár hova meg vagyok hívva. Jó? Szóval, remélem, hogy ez segít nektek, mert ez tényleg nagyon sokszor így szoktuk mondani. Szóval,
úgy, mint magyarul, mindenféle módon lehet valakit elkérni a moziba, hogy szeretnél-e velem jönni moziba, est-ce que tu aimerais venir avec moi au cinéma, meg ilyenek, most ezen nem fogok kizélni, nem fogom lassabban megmondani meg minden, csak ezt azért mondom, hogy más módok is vannak ehhez a dologhoz, de ez az egyik, hogy ça te dit venir avec moi au cinéma? Oui, ça me dit venir avec toi au cinéma. Mára is ennyi volt a francia lecke, és remélem, hogy jól vagytok, nem sokára találkozunk. Sziasztok!